Viszont most Timo is el fog halálozni. Nagy valószínű. Hát nagyon valószínű, igen. Viszont lehet, hogy előtte még... De még azért belecsalta, és meg fogja ölni. Ez hihetetlen. Hát ez egy... Jó, ez egy jó játék volt Timótól nagyon. Tudta, hogy ez már halál, de még belehúzta őt a gombába, és adott egy Ignite-ot ajándékba. Ez szép volt Timótól, ezt nagyon szépen megoldotta. Igen. Plusz még ott a Sivannát is elvitt, tehát igen, Timo az most nagyon kapta a tápot. 5-1-1-el áll, míg Veigar 3-1-el. Igen, ez nagyon durva Timo lesz itt, úgy érzem, hogyha ez bírja tartani. Fönt úgy néz ki, cseréltek, Miss Fortune elment föl a Morgana mellé, míg Sivanna úgy néz ki, lefele tart. Úgy érezték, hogy ez a Miss Fortune igen, lent, az nem lesz jó. Látok egy switchet. Közben Alistair ismételten nagyon kevés HP-nál, Lee Sin megint megsimogatta a HP-ját. Hát itt simán egy kicsit jobban fog megnyilvánulni, azt hiszem, mint Miss Fortune. Igen, Sivanna is veszi ezeket a damage reduction-ös itemeket, már van 95 armor, most vett egy Clot armort. Így van, null magic mantle is rajta van. Veigarnál is már ott van a Needless Idolage-rod, ami nagyon meg fogja dobni a spelljeinek az erejét. Hú, az biztos, igen. Ahogy látom, Dark Matter-t fejleszt és Event Horizon. Igen. Ami egy érdekes választás. És nagyon halálos, hogyha úgy vesztük. Viszont ezzel Optimo-el, látom, fölnézett, erről lemaradtam. És ott megölt egy Miss Fortune-t és majdnem egy Anát is. Sajnos Miss Fortune-t megint utolérte. Halál. Timo végzete. Hát Miss Fortune nagyon el van harasztolva ezzel az 1-3-mal. Igen, nagyon, nagyon nem bír megnyilvánulni. Sajnos, pedig ő is nagyon durvát tud osztani. Viszont ezt a nagyon nagy hátrányt így az elejéről már fölhozták 5 hétre a kék csapaték. Igen, és már csak 1000 arany a igen, és közben overdive voltak egy Lee Sin-t, aki elvitte a Sivannát magával, de Alistairnek sikerült megölnie. Viszont most Alistair úgy néz ki, el fog hullani. Igen, mert Alistair nagyon rosszul helyezkedik, és igen, ismét elhullott. Hát ez az overdive, ez nem érte meg nekik. Hát nem. Igen, tehát ott tartottunk, hogy Veigar fejleszti ezt az igencsak halálos kombót. Igen, viszont Baleful Strike-kal nem fog tudni ő mobokat öldögélni, amivel által ugye az AP-ját nem tudja stackelni. Hát igen, még csak 80 rajta 16. percen, ami hát elég gyengusz ilyenkorra. Hát meglátjuk, hogy mennyire fog bejönni neki ez az Event Horizont Dark Matter kombó. Lent Timo nagyon tolja a lane-t. Nézzük. Igen, elég szép, csapattal érkezik. Hát Sivanna úgy néz ki, elég egyszerűen igen, megfogta az egészet. Hamar megeszi magukat. Lissin, annak ellenére, hogy eltalálta a ujjával, nem nagyon akar rám menni. Közben Miss Fortune ismételten elkapták fönt. Hát ugye egy Japs Warwick az nagyon könnyen le tudtuk vadászni. Ismét lemaradtam, tehát olyan hamar elhullik. Igen, ez a szerencsétlen Miss Fortune, ez nagyon gyorsan hal. És hát nem is tudom, hogy miket veszett, most vett egy pickaxot, meg két longsfordot, hát ebből nem tudom, hogy mit akar kivenni. Igen. Közben Timo megette lent Sivannát, és most viszont Alistair elkapta. Igen. De... Viszont Veigar, hát ezt az Event Horizont, ezt nagyon benézte. Ezt kicsit benézte. Tehát Lee Sin simán elmenekül, ezt lehetetlen elkapni. Igen, közben fönt bedölt egy torony is, hát itt annyi action megy folyamatosan, hogy hát ezt lehetetlen így követni. Igen, eléggé burván tolják. Visszaugrott Alistairra, hogy látom, de nem Veigar, nem kapcsolt. Most viszont, úgy néz ki, elkapta Lee Sin-t, aki nem tud kiugni. Kicsit rosszul pozícionálta ezt a... Közben mit fölött, nem úgy néz ki, ott viszont most nem történik semmi. Hát Miss Fortune megint rossz helyen van. Igen, rossz valószínű, helyen. Rá fognak menni. És Morgana sem biztos, hogy meg tudja menteni. Igen, hát úgy Jax... Warwick és Jax nagyon ráfognak. Nem mennek rá. Lent viszont úgy néz ki, a lila csapat tornya el fog hullani. Igen, hát Timo igyekszik, de még talán odaérhet. Középen Sivanna ráment közben Ezreára, aki elnyomta az Arcane Shift-jét, így nem tud menekülni Sivanna elől. De nem lesz belőle semmi. Timo közben odaért botra, hogy a torony még megmarad.
De valószínű, hogy az csúnyán el lesz intézve. Igen, hogyha Alistair benyomna az ultiát, akkor talán még nem. De. Mondjuk ki Alistair egyszerűen elhullik, és Vegár. Alistair most ezt valahogy nem nagyon érzi. Közben Topon. Topon nagyon... nagyon ugrál. Ez Warwick-e, elpusztult. Igen, és el fog pusztulni Jax is, hogyha... de nincs manája. Sivanna nagyon szépen visszaterelte Warwick-ot Miss Fortune-nek a range-ébe. Igen, ez egy jó megmozdulás volt, és rámegy Sivanna, és ez meg lesz. Csak kérdés, hogy el tud-e jönni, és eljött. És még így is eljött, hogy... Talán Ezreal egy ultival el tudja... Egy flash, egy Arcane Shift, de mellélő. De mellélő. Most elkezdte Miss Fortune-t lőni, aki nagyon gyorsan elhullik ellene. Hát itt mind a kettő meg fog halni, az a helyzet, hogyha sokáig ott maradna. Sivanna meghalt, és most ha Ezreal-nak van Arcane Shift-je, akkor ultival le tudná szedni Miss Fortune-t. És le is szedi. Igen, ennyi van volt. Csodás játék, és még Morgana is kap, nem kapott már belőle. Lent közben bedöntöttem Teemo és Lee Sin a tornyot. Hát ez nagyon a lila csapat. Hopp, és ott elkapta Ezreal-t a fönt a Morgana, mielőtt Ezreal tudott volna menni. De egy Arcane Shift és már ott sincs. Nem, Morgana nem akarta az ultját elhasználni rá, ami által Ezreal el is futott. Igen, de hát valószínű, hogyha elhasználja, akkor is Arcane Shift-tel kijön belőle. Hát igen, ez úgy néz ki, nagyon úgy néz ki, hogy ezt a lila csapat fogja nyerni. Hát Teemo 8-2-vel, Ezreal 2-1-el, Lee Sin 4-2-vel. Igen, ez a Teemo 8-2, az nagyon brutális. Igen, már meg a Nashor tudja is, és Maladi. És a Meledi is megvan. Hát az már veszélyes. A gomba száma az nagyon lecsökkent a pályán, úgy néz ki, nagyon ráment erre a... Igen, most nem nagyon gombázik. Igen, van neki 3 gombája is, de ahogy látom, nem nagyon pakolja le őket. Föl van neki stackelve. Nem. Hát egyébként nem, mintha annyira sok mozgásteret hagynának a kékeknek. Warwick és... Igen, Warwick itt el fog hullani. Csúnyán elhullik. Igen, ráugrott Sivannára, ami nem volt egy jó dolog, mivel... Hát nem. Ugye Morgana után elkapta egy Dark Binding, amivel ő meg közben egy helyben van. Lent viszont úgy néz ki, elkapják a Teemo-t, ott kapott egy X-Zost-ot. És igen, Meglár ulti azért az nagyon csúnyán tudja tippölni. Úgy néz ki... Hát azért... Vajon elhullik a Lee Sin is, de... Egy jó pozícionált. Közben fönt Ezreal-t is elkapták. Nincs meg. Aki viszont elfut. Úgy néz ki, Lee Sin is elfut. Egy ulti nagyon rossz helyre ment. Igen, Jax viszont egy beugrok, stunnolok és kiflesselek. Hát Ezreal-tól nem értettem most hirtelen, hogy itt miért áll meg a... Egy helybe. Na, hát itt még bármi is történhet. Most egy kicsit följöttek azért a kékek. Úgy néz ki, hogyha együtt mozognak, akkor elég szép erőt képviselnek. Igen, és Sivanna itt rendesen viszi a dolgot. Úgy néz ki, a lila csapatnak most be fog dőlni egy tornya. Bár nem, mert Warwick visszaért. Nem, Warwick azért. 6 szekig. Úgy néz ki, elkergették őket. Boton közben ismét Lee Sin és Alistair. Veigar páros ellen, nem, megjött Teemo is. És nem, Veigart nem érte el a Q. Ja, jött egy. Teemo lerakja szépen sorban a gombákat. Ajjaj, ajjaj. És... Hát ez nem. Nincs meg sajnos. Alistairnek mellé ment a földobása. Igen. Mondjuk igazából mindegy is, mert Veigarnak még a Dark Matter-e is, meg a Primordial Burst és CD-n volt, tehát hogyha el is kapta volna, nem sokat ért volna. Viszont most elkaphatják Lee Sin-t, hogyha... Az nagyon rossz ötlet. Újjúj. Igen. Hát ez egy kicsit overkill volt, de... Igen, egy kicsit túl sok mindent tolt bele, de... Lee Sin meghalt. Valószínű egy Baleful Strike is elég lett volna. Igen, közben fönt ez a 3-3 ellen csapat, ez nagyon megy. Morganát elkapják, Morganát elkapták, és meghalt. Akkor csal, most elkapják valószínűleg Miss Fortune-t is. Hopp, Miss Fortune, nem, egy heal, befigyel. Egy heal-tel. Igen, viszont Sivannát is elkapták. Elfull. És hát nagyon úgy néz ki, hogy nem vadásszák le Miss Fortune-t, mivel beütött neki a strátja, úgyhogy sikeresen el tudott futni. Igen. Hát ez a Jax-Warwick kombó az nagyon brutális. Hát ott elkapnak, akkor ott nehéz lesz elmenekülni. Igen, bárkinek is. Megnézzük akkor
leszedi 1,8 szekre, Warwick Jax pedig 2 szekre, tehát többi, majdnem 4 szek benne áll a stun, hát ez nagyon brutális, és mellett tehát egy ezre áll. Hopp, Alistair megérkezett. Viszont úgy néz ki, elhullik, mivel szép. Alistair gyönyörűen beledögte. Igen. Felgár, ez volt talán az első szép megmozdulása Alistairnak. És itt nagyon rosszul teszik, hogy követik a lila csapatot. Ez nem egy megfontolt húzás. Felgárnak viszont ez az Event Horizon Dark Matter kombója nagyon csúnya, viszont hát elfeledkeztek Miss Fortune-ről, akit Tixin megevett. Igen. És igen, úgy néz ki. Ajaj. Hát nézzük ebből mi lesz, nem. Egy Warwick szarrá híleli magát, Lee Sin, és megint elmenekül. Hát ez hihetetlen. És nem. Leszette. Veigar egy ultival leszette. Igen, Veigar büntet. Nagyon közben Boton, Timo eszi a tornyokat. Igen. Az a gondja a kék csapatnak, hogy csak öten tudják megfogni a lila csapat így emberét, és így Timo szabadon garázdálkodhat, igen, aki viszont egy 8-3-as feeddel tud is garázdálkodni. Igen, most ráadásul vesz is valamit. Nézzük. Giant's Belt. Giant's Belt, ami... Ami valószínűleg egy Frozen Mallet-be fog átkapni, ami viszont mallet. Nagyon rossz lesz az ellenfél csapatnak, és közben elhullott egy Sivanna Ezreal keze által. Uh-huh. És Ezreal... éppen, hogy túlélte. Ezreálnak mondjuk érdekes ez a Last Whisper-je, mivel az ellenfélnek igazából nincsen armorja, ami igen, miatt véges lenne, tehát hogyha végignézem most Sivannának egyedül a 140 armor, Veigar 69, 81, 65 és 55, és igazából egy Last Whisper a 100 armor fölött ér bármit is. Igen, ez egy kicsit egyébként is túl korai. Ucsa, ahogy látom, Miss Fortune is Last Whispert vett elsőnek, tehát... Igen. Hát ez a Last Whispert, azt inkább végjátékban szokták ugye vásárolni. Armél ellen, ami igen. Ez kicsit korainak érezzem ezt a egyébként is felesleges Last Whispert. És úgy néz ki, Lee Sin is Last Whispert vett ez. Úgy néz ki, a lila csapatnak aha, ez a kedvenc iteme. Ez valami jól bevált trükk, amit mindig használnak, teljesen mindegy, hogy milyen setup ellen vannak. Nem mindegy, hát azért annyira nem kell szégyenkezniük. Igen, meglátjuk. Tehát nagyon jól állnak. Igen. Nagyon jól állnak. Most 3000 golddal vezetnek 16-21-re 26. percnél, ami elég igen, szép. Alistair ámoddult Lee Sinre, viszont ezt nagyon rosszul tették, mivel hát ugye most elkapták Miss Fortune-t. Miss Fortune ismét lemegy, és Alistair is le fog menni, és viszont lemegy Sivana is, és ez egy nagyon durva kill, viszont benne álltak a igen, hát Morgana a... dotjába. Igen, hát Veigarra a Veigarjuk az nem volt ott, és hát ott lett volna, akkor ez nagyon szép lett volna. Az brutális lett volna, mindenki lesett volna. Igen. De Morgana legalább magával vitte az Ezreát, ha már igen, most nem is. Viszont nagyon rosszul jött, most pont rosszul jött a kéknek ez. Mert épp hogy kezdtek felállni, és most megint nagyon durván visszaestek, 4000 arany. Igen, nekik nagyon Veigarra kéne építeniük. Igen. Jelenleg, mivel ő ott a fő damage. Ahogy látom, a kék csapat már akar is feladni, de 1-4-re nem. Nem úgy néz ki, csak ez egyik csapattársuk megunta. Mondta, hogy Miss Fortune szegény. Őt nagyon szétszették. Igen. 3-7-5. Mondjuk Simonosnál jobban. Hát nehéz lesz itt. Veigar okozhat valamit, de hát ott viszont... egy gyönyörű... Igen. Vagy Event Horizon az ugye elkaptuk, és egy Dark Matter mind a hármat lesebezte. Majdnem fél három valami, azért elég szép. Hát megint egy... És ott Lee Sin meg fog halni. Igen, hát Veigar kombója azért büntet. Büntet, igen. És közben ott Alistair le fog menni. De elnyomta utolsó pillanatban az ultiát, amivel talán... Hát, de nem. Nem. Nem, sajnos. És ráadásul Miss Fortune... Na, jó, elvitte valakit megölt. Jackset. De nagyon viszont rosszul helyezkedett Miss Fortune, sajnos. És nézzük, Veigar vajon el tud-e kapni megint valakit. Mind a... És igen, elkapta. Ez és az is le fog halál menni. És Easy-t is leölhetik. Nagyon jó felemegy Veigar, nagyon jó helyezkedik. Ott az el fogja kapni, az kevés. Kettőszek az Event Horizonjáig, és elkapta Ezreált, és vissza. Ennyi volt itt az Ezreálnak is. Hát igen. Na, Veigar az büntet. Veigar kicsit visszahozta a dolgot.